A fesztivál díszvendégeként Barabásné Forgács Edit kenderes polgármestere bemutatta települését, és a végén elárulta, tanulni is jöttek ma ide, hiszen szeretnék ellesni a nagymúltú fesztivál szervezésének és a jó birkapörkölt főzésének a fortéjait is. Mi kenderesiek kicsit kilógunk a sorból a kun települések közül, mert történelmi múltunk eltér a kunokétól. Az 1700-as évek elején a kenderesre betölt rácok gyakorlatilag a település teljes kun lakosságát megsemmisítették. Ezt követően más tájegységekről katolikus családokat telepítettek be. Mindezt igyekszünk elmesélni, bemutatni önöknek hozott előadásunkban, amiben csak kenderesi lakosok szerepelnek. Látni fogják a színpadon kenderes apraja nagyját, akik lelkesen készültek a mai napra. A műsorban a Topogó Néptánccsoport, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület felnőtt tánccsoportja, a Kenderesi Férfikar és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda óvodásai szerepelnek. A műsor Lukácsné Németh Edit rendezte, a táncokat Csató Dóra tanította be. A mesét írta és elmondja Bodor Tamás. Még egyszer köszönjük a meghívást, és fogadják a kenderesi mesét szeretettel. A műsorban a Topogók Néptánc csoport, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület felnőtt tánc csoportja, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Lilium Óvoda óvodásai és a Kenderesi Férfikar szerepeltek. A résztvevők egy kenderes történetét bemutató mesés, zenés, táncos előadással arattak nagy sikert. A történetet Bodor Tamás írta és adta elő. Az előadást Lukácsné Németh Edit rendezte, a táncokat Csató Dóra tanította be.